Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket a Régió Plus Televízió térségi közéleti magazinjának 18. adásában. Libók Barbara vagyok. Mai műsorunkban megismerkedhetnek Galga Hévíz felújított főterével és intézményeivel, az ikladi Szederfa otthon értelmi fogyatékos lakóinak mindennapjaival, valamint ízelítőt kaphatnak a Váczszent Lászlón megtartott komposztbuliról. Tartsanak velünk! A térség környező településeihez hasonlóan Galga Hévíz is kivette a részét a LIDER pályázati lehetőségekből. Ennek kapcsán hívtuk meg a mai napon stúdiónkba Vanó Andrást, Galga Hévíz polgármesterét. Szeretettel köszöntöm, polgármester úr! Szeretettel köszöntelek én is téged, Barbi, és a nézőket is. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Szeretném megkérdezni, hogy milyen meggondolásból indult annó évekkel ezelőtt ez a felújítás gondolat Galga Hévíz főtere kapcsán? Hát igazándiból ez a projekt, ez 2009-ben indult el, amikor az Észak-Kerepest megyei LIDER által pályázati lehetőséget kaptunk. Nyilvánvalóan a képviselőtestület, az akkori képviselőtestület is úgy gondolta, hogy ezt meg kell lépni, a falut meg kell újítani, főterét rendbe kell tenni. Aktualitása volt, hiszen azért elég régi már a művelődési házunk, majd 60 éves, 13-ban lesz a 60. éves évfordulója. Azon kívül terveztünk mellé egy parkolót, ami célt és okot adott arra, hogy az óvoda és a művelődési ház környezete megújuljon. A gyerekek birtokba tudják venni, a szülők birtokba tudják venni. Közlekedés szempontból is aktuális volt, mert hál' Istennek egyre több gyerekünk jár óvodába, és a szülők szeretik őket kocsival hozni, így azt a lehetőséget biztosítottuk, hogy most itt be tudnak állni, és normális körülmények között kényelmesen el tudják vinni a gyerekeiket az óvodába. Nem beszélve arról, hogy a művelődési házban is elég sűrű és színes programok vannak, ami szintén egy ilyen új lehetőség parkolási szempontból akkor. Így van. Milyen arányban alakult a beruházások összege? Hogy nézett ki ez a pályázat? Hát a két beruházás összege az olyan 17 millió forint körül van. 10 millió forint a vidéki fejlesztési minisztérium az MVH által adott és a vidéki örökség megújítása szempontjából a művelődési házunknak a külső tatarozása, szigetelése, ablak és ajtócserék, és mondjuk közel 7 millió forintba kerül a pályázati pénz felhasználása a parkoló megépítésével, amivel egybe biztosítottuk azt is, hogy akadálymentessé tudjuk tenni a művelődési ház környékét, a bejáratokat és minden egyéb olyan dolgot, ami a mai elvárásoknak megfelel. A művelődési ház tekintetében itt egy helyi védelem alatt álló intézményről beszélünk. Miért fontos ez a motivum? A művelődési házunk 1953-ban a Gyöngyösbokréta nyerte a falu számára, és én úgy gondolom, hogy azért nagyon fontos ennek a megóvása, hogy eleve a gyökerek és az ősöknek a tiszteletére épült művelődési ház egy kincs a falu életébe. A másik nagyon fontos jellemzője az, hogy Kodály Zoltán életébe adta még a nevet ennek a művelődési háznak, és én úgy gondolom, hogy már magába ez is elég lenne arra, hogy ezt a tiszteletet és ezt a megóvást megtegyük. Mindenféleképpen fontos volt a testület számára az, hogy ez megvalósuljon, és hogy rendbe legyen téve a 60. évfordulóra. Ezzel ki is fejeztük a büszkeségünket a művelődési házra, Galga Hévíziaként. Így van. Hát a büszkeségben még beletartozik sok minden, mert ténylegesen, ahogy említetted, minden héten van rendezvényünk, folyamatosan vannak benne programok, nagyon sok civil csoportunk van, és mindenkit szeretettel várnak, és nyitott a ház minden olyanra, ami most kell a gyerekeknek, fiataloknak, szülőknek, idősebbeknek, egészséges életmódra élőknek, tehát minden olyan rendezvényt megtartunk, amit csak tehetünk. Itt működik a népfőiskola. Tehát ténylegesen ki van használva a ház. Központi hely valóban. Ahogyan a községháza is, beszéljünk egy picit a polgármesteri hivatal felújításáról, hiszen egy családsegítő irodával is bővült itt a pályázati program keretében. Ez miért fontos a falu életében? A falu életében azért fontos, mert
Ezt a feladatot végül is 2 négyzetméterrel látták el a gondozási központ alkalmazottjai, ugyanis ez egy 350 milliós projektnek az egyik része, és ez az aszódi kistérség gondozási központja által épülő bővítmény, amivel természetesen a hivatal egésze is megújult, és én úgy gondolom, hogy nagyon szép közösségi térrel, szociális ellátott irodákkal, irattárakkal, kiskonyhával fognak rendelkezni, ahová ugyanúgy, mint az álláskeresőket, vagy bármi jellegű családi problémával rendelkező embereket szívesen látnak, várnak, és ugye azért a mai időben el kell mondani, hogy el kell egy ilyen iroda minden településen, egyre több, és a kolléganők, akik ott dolgoznak, nagyon szívélyesek és nagyon segítőkészek, nem csak az ő feladatokkal kapcsolatosan, hanem a hivatali szociális ellátási feladatokkal együtt próbálják megoldani a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy csodálatosan fog működni ez a dolog ott. Az is biztos, hogy nyertünk hozzá egy teljes akadálymentesítést, amit a közeli napokban fognak elkezdeni, úgyhogy még kívülről még újulni fog. Ezen kívül bent megújulnak az irodák, új bejáratot kapunk, infopultot kapunk, tehát minden olyan jellegű dolog megújul most már, ami az Európai Unió követelményeinek szükségeltetik egy hivatal ellátásra, szolgáltatása közben. Galgahévíz lakosai hogyan fogadták az újonnan elkészült főtér változásait? Hát én úgy tudom, hogy jól. Tehát én úgy tudom, hogy jól, örülnek neki. Próbáltunk azért véleményeket figyelembe venni, kikértük a véleményeket. Nagyon tetszik, hogy kinyitottuk a főteret, elbontottuk a kerítéseket, egy kicsit ligetesítjük a fáinkat, próbálunk még a parkkal tavaszon valamit csinálni. Tehát örülnek annak, hogy egy kis változás van. Én bízom benne, hogy használatba fogják venni. Én úgy látom, a napokban már a fiatalok előszeretettel használják a művelődési ház hátsó kertjét. Ott a pados rész már megvan, tehát teljesen birtokba tudták venni. Az óvodások általában kijönnek egy picit. Aki az óvodába jön, használja. Sokan bejárnak busszal, akik eddig a művelődési ház előtt parkoltak, azok már beállnak a parkolóba. Tehát én úgy gondolom, hogy a lakosság nagyon jó névvel vette ezt a változást. És azt is el kell mondanom, hogy minden intézmény csatlakozott hozzá. Ugye látjuk, hogy a GÁF rendbe tette az ő kis irodáját, a posta környezetét, megcsináltatták a járdát, megcsináltatták erről a parkoló részüket, tehát csatlakoznak ahhoz, hogy egy megújult főterünk legyen Galgahévízen. Teljesen új arculat várja akkor az ide látogatókat, akár helyiek, akár pedig távolabbi vendégek. Polgármester úr, mi az, amit még terveznek a jövőben önkormányzati szinten, milyen megvalósításra váró feladatok vannak? Hát most előttünk lesz az akadálymentesítés, ezt mindenféleképpen szeretnénk befejezni, valószínű, hogy egy picit át fog csúszni a jövő évre. Tavasszon szeretnénk a parkot felújítani, a valamikori szökőkút, zenélőkutat egy kicsit kibővíteni, helyre pofozni, és azt mondani, hogy igen, ez most működőképes lesz. Tehát ez mindenféleképpen menne. Beletartozik ebbe a dologba? Ismét zenélni fog? Igen, fogja, az Árpi bácsi féle zenét fogja zenélni, tehát nem különleges zenét fog adni. Tervünkben van Nagy Árpád prépostúrnak egy emléktábla avatást rendezni, és emellé szeretnénk egy teret is megújítani. Ez még csak terv, de már elindult, tehát beszélünk róla. Én úgy gondolom, hogy méltó helyet fog kapni az emléktábla is, és méltó névvel lesz ellátva az a park, ahová tervezzük ezt a dolgot. Az általános iskola folyamatosan működik, nézzük folyamatosan a pályázatokat, nagyon fontos lenne ott is egy nyilászáró ablak csere, ajtócsere és külső pucolás, ugye ott azért már megújultunk, tehát akadálymentesítésben teljesen rendben vagyunk. Az óvodánk az szép, működni kell, hogy működtessük, szeretjük is az óvodát működtetni, nagyon jól működik, és minden olyan jellegű pályázatot szeretnénk kihasználni, amit kiírnak a falvakra. Ugye utakkal van egy-két utunk, amit rendbe kell tenni, ténylegesen csak a pályázati kiírást várjuk, dolgozunk előre, műszaki tervek, leírások és beadásra kész anyagaink vannak, tehát miánt megnyitják a kapukat, akkor ezeket be lehet tenni. Tehát sok-sok minden van, amit szeretnénk megcsinálni. Temető mellett parkolót szeretnénk, a régi temető ugye folyamatosan újul, első része teljesen készen lehet csinálva, amikor a falu tájképvédelmi napok voltak, de a hátsó része elmaradt. Most szeretnénk, hogyha ősszel és tavasszal a bokrok ritkításával el tudnánk indítani egy olyan folyamatot, hogy ezeket a növényeket visszaültetve teljessé tudjuk tenni a parkot.
buszmegállókat készítünk, vízelvezetéseket intézzük. Utcatáblák elkészültek, bár ezt be kell valljam, hogy a sok ellátandó feladat mellett elmaradt, mert ugye annyi programunk volt, hogy nem volt felszerelve, készen vannak, és jönnek a következő táblák is mellé, hogy hová és merre vezetnek azok az utak. És itt szeretném megköszönni Kasfai István tanár úrnak, hiszen ezeket a táblákat ő faragta, és ő készítette a számunkra, úgyhogy nagyon szépek, és nekem nagyon tetszik, hogy végre ez is elkészült Galga Hévízen, és láthatjuk, hogy hova merre mehet az az ember, aki beérkezik a faluba. Biztosan nem fog eltévedni egyetlen ide látogató turista sem, és a nevezetességeket is tudni fogja, így van. Azért az emberek elég szívélyesek Galga Hévízen, úgyhogy ha megáll bárki, helyre tudja igazítani, és helyre tudja irányítani, de fontos, hogy a falunak ez azért meglegyen. Mit üzenne a tévénézőinek, polgármester úr, miért érdemes minél többször ellátogatni Galga Hévízre? Hát, amint említettem, a szívélyes vendégfogadásért, a csoportok működésének, a fejlődésének a meglátásáért, az ott léti, a rendezvények meglátogatása terve van ugye a negyedévenkénti ünnepkörökhöz kapcsolódó hagyomány, tisztelet által tett műsorok. Nagyon csodálatos kétnapos szüreti ünnepségünk volt a szeptember utolsó hétvégén, és azért, hogy megismerjék Galga Hévízt, és megismerjék azokat az embereket, akik a Galga mellett vannak, a Galga völgyében élnek, hisz én azt hiszem, hogy Magyarország egyik legszebb tájegysége, hogyha végig jönnek ezeken a falvakon, és találkozhatnak olyan emberekkel, akik még tényleg a hittel és a szeretettel élve próbálják a közösségüket úgy felemelni, hogy nehéz, de mégiscsak előbbre vagyunk, mint bárki más. Buzdítjuk tehát a kedves nézőinket, hogy minél többen és minél gyakrabban látogassanak el Galga Hévízre. Polgármester úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást, és a vendégünk volt. Köszönöm. Én is köszönöm a lehetőséget, és köszönöm, hogy a Porta műsorát nézik, és szeretettel hallgatják a nézők. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Viszlát. Vendégem a stúdióban Turba Attila, aki az Ikladi Szederfa Otthon vezetője. Szeretettel köszöntöm Önt, Attila. Az Ikladi Szederfa Otthon egy nem annyira hétköznapi intézmény, ugye? Milyen célzattal is jött létre ez a létesítmény 6 évvel ezelőtt? Ez az otthon felnőtt korú értelmi fogyatékos, autista, halmozottan sérült embereknek nyújt bentlakásos elhelyezést, illetve nappali ellátást, hivatalosan így hívják, tehát vannak olyan emberek, akik ott laktak, és vannak, akik pedig a családjukban élnek, és a környékből járnak be, és nekik még szociális foglalkoztatást is nyújtunk, tehát dolgoznak, akik oda járnak. Egy egyesületi fenntartású intézményről beszélünk, ha jól tudom. Ez az egyesület, amikor megalakult, akkor mi volt a fő tevékenység, ami miatt létrehozták? Hát egy régebben együtt dolgozó szakemberekből álló csapat hozta létre ezt az otthont. Korábban önkormányzatoknál dolgoztunk, illetve állami intézményekben, és aztán megérlelődött bennünk a gondolat, hogy egy civil fenntartású otthont hozzunk létre. Nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy vidéken legyen, falusi környezetben, emberléptékű, családias körülmények között, és így esett a választás a Galga mentére, és azon belül Ikladra. Hogyha családias körülményt említette, akkor itt egy kicsit beszéljünk a létszámról. Milyen elhelyezésre van lehetőség, mi az a férőhely, amit biztosítani tudnak az ideérkezőknek? Hát a bentlakásos és a nappali ellátásos szolgáltatás is 10 főre, tehát 10-10 főre jött létre. Mostanra a bentlakásban 13, a nappali ellátásban 15 ember ellátására van lehetőségünk. Ezen belül 15 fő az, aki fizetésért dolgozik a műhelyeinkben, kézműves műhelyekben. És hát a ház egy kis parasztházban van, ami bővítve lett, és igyekszünk hát nem intézményként működni, hanem
otthonként. Említette a speciális foglalkozásokat, illetve itt a műhely szó is megjelent. Milyen speciális foglalkozásokat biztosítanak, és hogyan kapcsolódnak ehhez a műhelyek, amik itt az otthonban találhatóak? Hát mivel értelmi fogyatékos emberekről van szó, nagyon fontos nekik az, hogy a napnak meghatározott ritmusa legyen, és ez biztonságot jelent mindenki számára, hogy a napok ugyanúgy történnek. Nagyon fontos, hogy legyenek a közösségformáló események a napban. Tehát amikor reggel megérkeznek az emberek, akkor egy közös csoportot tartunk minden nap. A bentlakásos és a és kívülről a érkező lakóknak egyaránt. A taloknak, igen, mindenkinek, és, illetve a munkatársaknak. És hát itt aztán mindenféle dolgot csinálunk, van mozgásterápia, zeneterápiás foglalkozás, illetve hát a konfliktusokat kezeljük, mert óhatatlan, ugye, hogyha az emberek együtt élnek, akkor vannak köztük surlódások, és utána pedig elkezdődik a munka. Három műhelyünk van. Van egy papírbútor készítő műhely, ami egy egyedi technológia, több évig dolgoztak rajta a munkatársok, amíg sikerült egy ilyen technikát kifejleszteni, amivel ilyen hát régi rossz bútorokból, illetve hulladékanyagból készítenek, hát azt kell mondjam, hogy művészi értékű tárgyakat, mert hogy nagyon sok kiállításon és vásáron szerepeltek már, illetve van egy külön honlapja is ennek a műhelynek. Van egy fa műhely, egy fajáték és hangszerkészítő műhely, ahol pedig olyan fajátékokat készítenek, amik szintén tulajdonképpen ilyen hulladékanyagból készülnek, tehát ilyen hulladékfaanyagból, és természetes festékekkel vonják be őket, hogy a kisgyerekek szájukba vehessék és játszhassanak vele. Ez egy elég népszerű termék nálunk, és ez is megvásárolható interneten is, és ott helyben is, és vásárokra járnak vele. Illetve van egy kis mini majorságunk ott a kert végében, ahol tyúkok, birkák vannak, és... A mezőgazdasági vonal is megjelenik. Igen, és speciális ilyen magasított ágyások, ahol akár kerekes székből is tudják gondozni az ágyásokat az ott élő emberek. És hát van egy terápiás csoportunk is, ahol olyan inkább gyerekkorú vagy halmozottan sérült emberek vannak, akiket még nem tudunk a munka tevékenységbe bevonni. Igen. Olyan intenzitással, hogy a többieket, és nekik a terápiás fejlesztésük folyik jelen pillanatban. És van még egy kollega is ott, egy újságíró hölgy, aki kerekesszékes, és a lábával írja a cikkeinket. A helyi újságban jelennek meg a cikkei, és szeretnénk azért a több újságot is most már célba venni az ő cikkeivel. Az, hogy valaki melyik műhelybe, illetve melyik szakma elsajátítására fog ugye bevonásra kerülni, azt maguk a lakók döntik el, vagy pedig erre specializálódott személyzet fog erről döntést hozni? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés feszeget, ugye a döntés, az önálló döntés kérdését, amiben az értelmi fogyatékosok és általában a fogyatékkal élők, meg a gondokság alatt álló emberek esetében ez egy sarkalatos kérdés ma, akár jogi, akár emberi kérdés. Nálunk ez úgy történik, hogy mindig az ő igényeik és a döntéseik az elsődlegesek. Tehát bepillantást nyernek mindegyik résznegre, és akkor tulajdonképpen eldönthetik, hogy mi zajlik a házban, hiszen ez az ő házuk tulajdonképpen. Tehát mi azzal a lelkülettel igyekszünk ott jelen lenni, hogy mi tényleg segítők vagyunk, és azért vagyunk ott, hogy amit kell, azt segítsünk nekik. És ezt igyekszünk tudatosítani mindenkiben, hogy ez itt így van. Tehát az ő döntéseik azok a legfontosabbak itt a mi munkánkban. Nyilván, hogy a szakmai szempontokat
akkor próbáljuk megérvényesíteni, hogyha egy döntés mondjuk hátrányos az ő szemszögéből arra nézve, aki nézve, úgy döntött, de nem nagyon szoktak ilyennek előfordulni. Itt ugye elsődlegesen a munkaerőpiaci integráció az, amiről szó volt, de ugye a társadalmi integráció más területeivel is foglalkoznak, hiszen vannak szabadidős programok, különböző kirándulások, illetve ha jól tudom, akkor még fellépések is. Tehát milyen vonulatokban zajlik a szabadidő eltöltése? Hát van egy színtársulata a háznak. Hát nagyon sok helyen lépett már fel a csapat, rendezvényeken, Budapesten, Millenáris Parkban, falunapi rendezvényeken, a környékben. És a rendezvényeink pedig általában nyitottak. Tehát, hogy mára már elértük azt, hogy tulajdonképpen ilyen 100 fős rendezvényeket tudunk tartani ott a házban. Elsősorban családos vagy kisgyerekes családok látogatnak minket előszeretettel. Ez nagyon fontos a társadalmi integrációt, hogyha említettük, mert azt gondolom, hogy a kisgyerekkorban kell ezt a dolgot tisztázni. Mert egy kisgyereknél nem téma az, hogy vannak olyan emberek, akik különböznek tőlünk, akkor az felnőtt korában egészen másként fog hozzáállni, akár laikusként, akár szakemberként ehhez a kérdéshez. Úgyhogy valahol ezt tartjuk a ház missziójának is, hogy minél szélesebb körökben megismertessük az embereket a fogyatékkal élő emberek életével, az ő értékeikkel, és az részesüljön mindenki abban az örömben, amiben mi részesülünk minden nap, amikor köztük vagyunk. Vannak-e olyan programok, amik mondjuk segítséget tudnak ebben nyújtani önöknek a munka során? Hát nagyon sok ilyen program van, azt gondolom, ami tulajdonképpen azért szoktunk mi lobbizni, mint az Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetségének is tagszervezeteként, hogy ne határozzuk meg azt, hogy külön fogyatékos embereknek szóló program-e az a program, vagy egyéb program. Tehát azt gondolom, hogy úgy, ahogy a mi programjaink nyitottak mindenki számára, úgy én hiszem, hogy a környékbeli programok is nyitottak a fogyatékkal élő emberek számára is. Falunapokra szoktunk eljárni, illetve kulturális eseményekre. Nem csak önkormányzatokkal, hanem cégekkel is vannak kapcsolataink. Itt kiemelhetem azt hiszem a Veresegyházi General Electric-et, ahová minden évben elmegyünk egy munkahelyi adománygyűjtő kampányra, ahol fellép a színtársulatunk, és évről évre komoly támogatást biztosít számunkra a GI, illetve önkénteseket is küldenek, hogyha olyan jellegű munkák vannak a házban. Ha már itt tartunk, és ezt említette, vannak-e jelenleg olyan problémás helyzetek, akár a ház, vagy akár a személyzet tekintetében, amit mondjuk önkéntesként tudnának akár a kedves nézőink orvosolni? Hát azt szoktuk mondani, hogy önkénteseket mindig nagyon szívesen látunk, mert akinek háza van, az tudja, hogy mindig van rajta mit csinálni. Tehát ugyanígy van ez a mi házunkkal is. Nemrégen egy budapesti bank Morgan Stanley-től jöttek önkéntesek kimeszelni a verandát, meg az oszlopokat. Tehát ilyen munkákat mindig tudunk bárkinek adni. Illetve önkéntesek azért is jönnek hozzánk, mert sok emberben megérlelődik az a gondolat, hogy szeretne közelebbi kapcsolatba kerülni fogyatékkal élő emberekkel, mert ez neki jó, meg fontos. És az ilyen embereket is nagy szeretettel várjuk, akik ismerkedni szeretnének. Milyen terveik vannak a jövőbe nézve? Azt tapasztaljuk, hogy miután mi egy családias léptékű otthon vagyunk, nagyon sokan kimaradnak ezekből a szolgáltatásokból, illetve vannak, akik nem akarnak ennyire
rendszeresen igénybe venni szolgáltatásokat. Létezik egy program, amit úgy hívnak, hogy Fecske program. Ez egy otthon segítő szolgáltatás tulajdonképpen fogyatékkal élő embereket gondozó családok részére. Tehát itt a cél a család, a célcsoport, és szeretnénk egy ilyen programot beindítani, most készül a pályázatunk Pest megyében, és ezt itt a térségben indítanánk el első körben, aminek az a lényege, hogy olyan családok, akiknek fogyatékos családtagjaik vannak, vehetik igénybe ezt a szolgáltatást, tehát egy-egy segítő, akár egy órára, akár két órára tehermentesíteni tudja a családot, akár rendszeresen, akár a fogyatékos családtagot kísérni tudja munkába, orvoshoz, bárhová. Tehát, hogy ezt a szolgáltatást szeretnénk most beindítani, ahová várunk mind igénybevevő családokat, mint pedig olyan embereket, akik szeretnének segítőként részt venni, mert a kritériumok a segítőknél igazából a legfontosabb az, hogy akarjon segíteni. És természetesen, hogyha valakinek kevés ez a néhány órás intervallum, akkor a bentlakásos megoldásra is lehetőséget tudnak biztosítani. Jelenleg tele vagyunk. Korlátozott számban nyilván. Igen, azt gondolom, hogy mint ahogy ez a bentlakásos otthon is egy hasonló segítőszolgálatból nőtte ki magát, erre megvan a lehetőség, hogy bővüljön igény szerint. Milyen elérhetőségen tudnak önöknél jelentkezni, akár az önkéntesek, akár azok, akik mondjuk anyagi felajánlásokkal szeretnék segíteni az önök otthonát? Hát van egy készülő honlapunk, szerintem napokon belül elérhető lesz, ez a szederfa.hu, illetve hát most azt tudom mondani, hogyha akár interneten a keresőben beütik, hogy Szederfa otthon, akkor megtalálják az elérhetőségeinket, illetve a Gyöngyház Egyesület néven is meg lehet bennünket találni. További sok sikert és köszönöm jó munkát szépen. Kívánok, valamint jó egészséget önöknek is, és a bentlakóknak is. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy a vendégünk volt. Köszönöm. Viszontlátás. Idén október 10-én zajlott le a Galgamenti települések hagyományos rendezvénye, a komposztálás ünnepnapja program, mely ez évben először országos zöld jeles napként került meghirdetésre a Humusz Szövetséggel közösen. A programból az óvodás és az iskolás gyermekek egyaránt kivették a részüket. Az óvodások boldogon a Csicsergő óvodában játszhattak és tanulhattak együtt, az iskolások kis csoportjai pedig Váczent Lászlón mérhették összetudásukat. A program gyakorlatilag 1998 óta folyamatosan zajlik. Minden évben kétszer találkozunk a gyerekekkel földnapján, illetve komposzt bulik alkalmával ősszel, és gyakorlatilag mindig azokon a településeken szervezzük, akik a szelektív hulladékgyűjtésben aktívak. Forgó színpadszerűen hol Tura, hol Galgahévíz, hol Váczent László, hol Zsámbok a házigazdánk. Az ottani iskolában a pedagógusok segítségével tudjuk ezeket a programokat megszervezni. A 10 fős csapatokat a zsámboki, turai, galgahévízi és a Váczent Lászlói iskolák képviselői alkották. Gyakorlatilag a növények tápanyagait gyártják gondolatban és gyakorlatban is a gyerekek, mégpedig kipróbálják, hogy hogyan készül a giliszta humusz. Otthon az iskolai előfeladatuk az volt, hogy készítsenek egy befőttes üvegbe földkeveréket, és tanulmányozzák, hogy mi történik, hogyha a giliszta átjárja ezt a földréteget, és mit fogyaszt, mit táplálkozik, mit eszik a földi giliszta, és mi lesz a földrétegekkel egy hét, két hét múlva. És most itt a helyszínen milyen feladatokat végeznek a gyerekek? Hát mindegyik kapcsolódik egy kicsit a növények életéhez. Itt most gyógynövényekkel, gyomnövényekkel is fognak ismerkedni, és egy kis előadás keretében pedig a komposztban élő komposztmesterekről, vagyis azokról az élő lényekről hallhattak, amelyek ezt az átalakító munkát elvégzik.
Körösi Báti Edit is ellátogatott a gyerekekhez az Agyvamenti Természet és Környezetvédő Egyesülettől, és diaképes előadás keretében mutatta be az igazi komposztmestereket. Ez egy verseny is a települések közt? Inkább azt mondanám, hogy egy rendezvénysorozat része, nem verseny, hanem inkább a mindennapi környezetvédelemnek egy megnyilvánulási lehetősége, mert tavasszal földnapján szoktunk velük találkozni, és ősszel pedig komposztbulin. Van itt ilyen totó, amikor ki kell találni bizonyos kérdések alapján, hogy mi a helyes válasz, és akkor kijön egy kis megfejtésként, hogy tudom, ilyen földigi lista. Vagy például kapnak a gyerekek egy-egy kis leírást egy gyógynövényről, és utána ők azt elmondják, csak magát a gyógynövény nevét nem említhetik, és a másik csapatnak ki kell találnia, hogy milyen gyógynövényről meséltek a gyerekek. Vagy képkirakójuk volt, ahol 4 különböző komposzt élőlényt kellett kirakniuk, ilyen puzzle-t képzeljünk el, és utána kitalálni, hogy na vajon azt hogy hívhatják, és akkor így ismerkedtünk az ikerszelvényessel, akkor a gömb soklábúval, vagy a kerekes féreggel. De hát olyan dolgokat találkozhatnak így közelről, amit egyébként mikroszkóp alatt láthatnának csak. Figyelemmel kísérték a giliszta humusz keletkezését, és erről készítettek képes, illetve szöveges bemutatót, és minden csapat külön-külön elmondta, hogy miket tapasztalt az elmúlt 2 hét során. A mai napnak az a különleges aktualitása, hogy a Hulladékmunkaszövetséggel közösen országos jeles nappá szeretnénk, hogy váljon a komposztálás ünnepnapja, és ezért minden évben október 10-ére mozgósítani szeretnénk óvodákat, iskolákat, civil szervezeteket, hogy a komposztáláshoz kapcsolódó rendezvényekkel felhívják a lakosság figyelmét erre a fontos célra. Hogyan csatlakozhat valaki ilyen rendezvényhez? Hogyan találják meg önöket? Interneten elérhető honlapunk van, illetve a Hulladékmunkaszövetség is fönt van a neten, és mindig készülnek olyan kis aktivitást leíró tevékenység listák, amiket ha elolvasnak, átnéznek egy-egy pedagógus munkacsoportok, akkor ők is saját településükön meg tudják rendezni ezt a rendezvényt. A kis versenyzők számos jutalommal gazdagodtak a rendezvény végén, melyek között környezetbarát toll, újság és matrica is szerepelt. A felkészítő pedagógusokat egy helyi komposztálásról szóló könyvvel jutalmazták a szervezők. Tervezet szerint sportvetélkedővel folytatjuk. Ez egy ilyen játékos sportverseny gyakorlatilag, hogy mozgás is kiegészítse az egészséges életmódot. A elkövetkezendőkben legközelebb velük tavasszal találkozunk, ilyen iskolai és óvodai programon. A Galga Menti Név főiskola programjai között pedig egészséges főzőkonyha indul, úgyhogy ott várjuk, ott viszont a felnőtt korosztályt. A rendezvény megvalósításában közreműködött a Szelektív Kft., a Galga Menti Név főiskola, a Szita Kötő Újság és az Agyva Menti Természet és Környezetvédő Egyesület. Önök a Porta 18. adását látták. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Várom önöket új témákkal a jövő héten is. Viszontlátásra!